Folyamatos és növekvő migrációs nyomás érzékelhető a magyar-szerb határon között, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója. Bakondi György kiemelte, alapvetően az erőszakos, azaz a kerítés megrongálásával járó tiltott határátlépési kísérlet a jellemző. Erősödött az embercsempészet is. A szakember szerint az Európai Unió a befogadásra, integrációra és a szétosztásra, a kényszerbetelepítésre összpontosít. Szerinte nem megfelelő gyorsasággal zajlik annak a rendszernek a kialakítása, amelynek révén a migránsokat a saját országukban tartanák. Még tovább növekszik erőszakos tiltott határátlépési kísérleteknek a száma, illetőleg növekedhet a várakozók, akik ott az egyes tranzitzónák előtt táboroznak és tesznek adott esetben 4-szer, 5-szer, 10-szer is kísérletet arra, hogy hát ha most mégiscsak beengedik őket. További lépéseket tettünk Ásotthalom térségébe a kerítésnek egy nagyon nehezen járható terepszakaszon történő megerősítése, hiszen eddig ott azokon a szakaszokon gyodával volt védve a határ, most ott kiépül a kerítés, és említettem, hogy egy újabb tranzitzónát is létre fogunk hozni Ásotthalom térségében.